Chapter 4 Explosive. Ez a negyedik alkalom. Tavaly 50 csapatunk volt. Idén ezt egy kicsit átalakítottuk, nem tettünk létszámot, szeretünk volna egy kis időt nyerni. Így ezzel, hogy nincsen létszámkorlátozás, lett 35 csapatunk, ami nagyon jó, mert van Lengyelországból, Romániából, Szlovákiából, Szerbiából, Horvátországból. Nincs a létszámkorlátozás, ezáltal kevesebb csapat van, több időnk van más dolgokra is, és mivel idén is ugye fejlődés mutat a verseny, ezt az is tükrözi, hogy új kategóriát vezettünk be, ami amúgy külföldön már bevett szokás. Ennek az a neve, hogy Cypher King. A cypherek azok a körök, amik ugye a verseny alatt és a szünetekben mennek ugye, minél, ki jut be, minél többször, minél több jó dolgot csináljon, a zsűri ezt nézi, ki az, aki minél többször megy be, és minél minőségibb dolgokat tesz le a placra. Kiemelném ugye három nagy csapatot, Elementary Force, Enemy Squad és Suicide Lifestyle. Ők igazából mindig patentül ott voltak, főleg a 90-es években a legjobbak között. Mostanában, hogyha a mai időkről beszélünk, akkor Sons of God-ot emelnénk ki, ők sűrűn járnak külföldi versenyekre. Én azt tapasztalom, hogy szeretnek minket nagyon, mert legfontosabb az, hogy az elődök nagyon kitaposták az utat. Tehát van egy olyan megítélés a magyar breaknek, hogy tehát egy bizonyos, inkább azt mondják, hogy power move az, ami, tehát az erőelemek, amiben a magyarok jók, és ez elterjedt rólunk. Ezt, mivel a nagyoktól ezt láttuk, a Suicide Lifestyle, Elementary Force, Enemy Squad tagjaitól mi ezt láttuk, ezt tanultuk, ezért mi ezt a vonalat visszük tovább, és ez egy igen elismert, tehát ezt igen elismerik külföldön, akárhol is vagyunk.